Gyermekvédelem. Beépítik a szociális kerettörvénybe a Böjte Csaba által bevezetett bentlakástípust. Oltáshiány. Teljesen kifogyott a kanyaró elleni oltás. A minisztérium csak ígérget, de nem küld vakcinát a megyékbe. Álláskeresés. Karrieriroda névvel magyar nyelvű oldal segíti a kolozsvári munkakereső fiatalokat. Köszöntöm Önöket a híradóban! Óriási adósságot halmozott fel a román állam azon gépjármű tulajdonosok felé, akik autóik beiratásakor kifizették a környezetvédelmi bélyegilletéket. A 102 nem adójellegű illeték eltörléséről szóló törvény elfogadásával ugyanis nem csak a környezetvédelmi bélyegilletéket szüntették meg, hanem annak visszaigénylési lehetőségét is. A kormány most azon dolgozik, hogy megtalálja a módját az érintettek kártalanítására. A környezetvédelmi tárca képviselői szerint közel 6,5 milliárd lejt kellene visszafizetnie az államnak. Amennyiben a gépkocsi tulajdonosok bíróságon harcolják ki maguknak ezt a jogot, a visszafizetendő összeg a késedelmi díjakkal akár 20%-kal nőhet, a peres eljárások ugyanis évekig is elhúzódhatnak. Törvényes keretet kapott a Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes által bevezetett bentlakástípus. Az RMDS honatjai szerint a most elfogadott jogszabály több ezer gyerek sorsán javít. A törvénymódosítás révén beépítik a szociális kerettörvénybe a Böjte Csaba Ferences szerzetes által bevezetett bentlakástípust, így lehetővé teszik a Romániában elismert szociális szolgáltatóként is akkreditált felekezetek tevékenységének állami vagy önkormányzati finanszírozását. Még az előző ciklusban iktattunk egy törvénykezdeményezést, a szenátus a tavalyi évben elfogadta a felsőházként, és döntőházként a mai nap született meg a végső döntés ebben a kérdésben. Több száz, több ezer gyereknek a helyzetét fogjuk tudni ezáltal megoldani, ha úgy tetszik a törvényes kereteket a működésükhöz, az ellátásukhoz biztosítani. Ezekben a bentlakásokban a nehéz helyzetben lévő családok gyerekeit a szülők beleegyezésével gyámjogi beavatkozás nélkül étkeztetik és szállásolják el. Romániában eddig két típusú rendszer működött. Az egyik a gyerek otthonban való elhelyezés, a másik pedig a nappali foglalkoztató központban való elhelyezés. A szociális bentlakások, ez egy áthidalás a két rendszer között, hiszen a szülőnek joga van, hogy megtartsa a gyámságot a gyereke fölött. A másik, tehát a gyerek otthonba elhelyezéskor le kell mondjon erről a jogát, hiszen a gyámságot átadja az intézménynek, amelyben nevelkedik a gyereke. A jogszabály azt is pontosítja, hogy az elszállásolt kiskorúak szülei nem kötelesek anyagilag hozzájárulni a kiskorúak ellátásához. A Böjte Csaba által indított Dévai Szent Ferenc Alapítvány eddig már több mint 5000 nehéz anyagi helyzetben élő vagy elhagyott gyereket karolt fel. Közvitára bocsátották az úgynevezett prevenciós törvényt. A jogszabálytervezet értelmében a pénzügyi ellenőrök csak akkor bírságolhatnak meg cégeket, ha azok előzetes figyelmeztetés ellenére sem orvosolják szabályszegéseiket. A prevenciós törvény a vállalkozók és az állami intézmények közötti kapcsolat megerősítését tűzi ki célul. A közvitára bocsátott jogszabálytervezet szerint első lépésként az ellenőröknek figyelmeztetniük kell a vállalatvezetőket az észlelt rendellenességekre. A korrekcióra útmutatót kell adniuk. Amennyiben ezeket az újabb ellenőrzésig sem végezték el, kiszabhatják a büntetést. Felkerült a kis és közepes vállalkozók minisztériumának a honlapjára a prevenciós törvény tervezete. Két hetet késleltetnünk kellett, hogy belefoglaljuk a helyi adminisztrációt is, amely az előző változatban még nem szerepelt. Persze, hogy tudom, és mindannyian átéltük azt, hogy bizonyos intézmények megfeledkeznek az útbaigazításról, és ehelyett az ellenőrzésekre összpontosítanak. Éppen ezért kezdeményeztük ezt a törvényt, amelyet más jogszabályok is követni fognak, hogy ezeket a dolgokat a helyesebb útra tereljük. A tervezetben 333 olyan szabálysértés került be, amelyekért nem rohadt ki bírságot az ellenőr. Többek között első kiágásért figyelmeztetés jár az adóbevallás leadásának elmulasztása miatt, tudományos diplomamunka értékesítése, vagy a faszállítmányok elektronikus rendszerbe való bejegyzésének az elmulasztása miatt. A prevenció fogalma a vállalkozói szférában egyébként nem új keletű. 2016 márciusában Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő javasolta az adótörvénykönyv módosítását úgy, hogy az adóellenőrök ne bírságoljanak az első kiágás esetén.
Könyvkommandó névvel könyvadományozási kampányt indított az RMDS. Ennek keretében a Communitas Alapítvány könyvtár programján keresztül összegyűlt könyvcsomagokat juttatnak el 10 település iskolájába, Szorvány kollégiumába és Magyar házába. Ezáltal is tudatosítva a diákokban és szüleikben, hozzátartozóikban, hogy fontos kiállni a kommandóiak mellett. A kampány kiemelt figyelmet fordít a leégett kommandói iskola újjáépítésének a támogatására is. Eddig 120 ezer lej gyűlt össze, az iskola újjáépítéséhez viszont ennek az összegnek a 30-szorosára van szükség. A kommandón tanuló mintegy 100 diákon a személyi jövedelemadó 2%-ának a felajánlásával is lehet segíteni. A formanyomtatványokat a Kommandóért Egyesület adataival kell kitölteni. Több mint egy hónapja hiányzik a kanyaró elleni védőoltása a házi orvosi rendelőkből, bár nemrég Florian Bodog egészségügyi miniszter azt állította, hogy Románia 4 hónapra elegendő tartalékokkal rendelkezik, mi több, a hexavalens védőoltás is hiányciknek számít. Napról napra növekedik a kanyaró betegek száma. Maros megyében például egy hét alatt 5 új esetet jegyeztek, az érintettek nagy része 6 év alatti vidéki gyerek. Annak ellenére, hogy a járvány egyre aggasztóbb méreteket ölt, a megyei közegészségügyi igazgatóságok hónapok óta nem kaptak védőoltást. Ami az RRO, kanyaró, mumps, rubeola elleni védőoltást illeti, egyelőre semmilyen hivatalos értesítést nem kaptunk az egészségügyi minisztériumtól. A járvány egyre terjed az év elejétől, és máig 83 esetet regisztráltunk. Nem csak ez a vakcina hiányzik a háziorvosi rendelőkből. 6 darab tetravalens vakcinán kívül semmi más kötelező oltóanyaga nincs Sáfár Emese háziorvosnak. Azt mondja, bár március óta nincs hexavalens oltás, a kanyaró elleni vakcina pedig már februárban elfogyott, az oltás ellenesség még mindig nagyobb gond. Lehet kapni, megrendeltük, mindenki megvette. 50 lej, tehát nem akkora összeg, hogy kétségbe essünk, nem is azzal van a baj, hogy nem lehet, hogy nincs az ingyenes oltóanyag, hanem az a baj, és ott van a probléma, hogy nagyon sok szülő visszautasítja az oltást. Míg a kanyaró elleni védőoltásra még várni kell, a szaktárca levélben értesítette a közegészségügyi igazgatóságokat, hogy a hónap közepén országszerte szétoszt 120 ezer dózis hexavalens vakcinát. A megyei utak állapotáról, a Gyergyószentmiklósi műjégpálya ügyéről és a Korondi hulladékátrakó állomás helyzetéről tanácskoztak a Hargita megyei tanács rendkívüli ülésén. Ezt megelőzően Borboly Csaba, Kovászna és Maros megyei önkormányzatok vezetőivel közös projektekről egyeztetett. A Hargita megyét Maros megyével összekötő 5 megyei útról is szó esett a Hargita megyei tanács rendkívüli ülésén. Péter Ferenc hangsúlyozta, a Bözödi tó mellett Körispatak felé vezető úton már leterítették az első réteg aszfaltot, és május végére befejezik a korszerűsítést a megye határig, de a 2 megyét összekötő további 4 útszakasz is prioritást jelent. Ebből 2 pontosan az Erket fele, tehát a Szederjes Erket fele vezető útszakaszt és a Vécke, Gyulakúta, Vécke, Hargita megyei határ útszakaszt pillanatnyilag letettük pályázatként a vidékfejlesztési kormányprogramba, és a többi útra pedig elindítottuk az előtanulmányok elkészítését, tehát a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését. A Gyergyószentmiklósi műjégpálya esetében aggasztóak a fejlemények. A jelenlegi állás szerint elhúzódhatnak a munkálatok, ugyanis új dokumentációt kell elkészíteni. Arra kell kapjunk egy tervezőt, az majd fel kell mérje, különböző engedélyeket be kell szerezni, úgyhogy ilyen tekintetben most sok fog múlni attól, hogy a megyei tanács fog-e kapni tervezőt, és ha fogunk kapni tervezőt, az fog-e gyorsan dolgozni. De egyeztettek a Korondi hulladékátrakó állomás helyzetéről is. Elhangzott, a szaktárca nem emelt kifogást az elköltöztetés ellen, de keletkezhetnek el nem számolható költségek, amelyekre mielőbb megoldást kell találjon az önkormányzat. Közel 1 hónapja indították be azt a hiánypótló honlapot, amely erdélyi fiataloknak, főleg egyetemi hallgatóknak nyújt segítséget a munkavállalásban. A Kolozsvári Magyar Diákszövetség által működtetett interaktív platform a K+ közösségi tér támogatásával jött létre.
Folyamatosan bővül a karrieriroda.kmds.ro honlapon elérhető álláskínálat, amelynek főleg a kolozsvári diákság a célközönsége. Az interaktív honlap működtetői egyre több céghez jutnak el, így egyre növekszik azok száma, akik igénybe veszik ezt az ingyenes toborzási, illetve álláskeresési lehetőséget. Jelenleg 20 állásajánlat van, és 200 érdeklődő a weboldalon, akik regisztráltak. Többféle területen keresnek, vagy ajánlanak munkát. Legfőképpen adminisztrációs munka, pincéri, babysitter, ugyanakkor HR, de minden területen ajánlanak munkát. A honlapra belépő kiválaszthatja, hogy munkakereső vagy állásajánlóként jelentkezik be. Regisztráció nélkül is lehet nézelődni, de akik bejelentkeznek, részletesebb információkhoz jutnak, mutatta híradónknak Demeter Kamilla. A karrieriroda vezetője elmondta, nem csak a honlapon keresztül kínálnak segítséget a fiataloknak a munkapiacon való elhelyezkedésben, hanem különféle képzéseket szerveznek. Ilyen, mint például tárgyalástechnika, tudatos karriertervezés, tanulástechnika, időkezelés, hasonló témákban, amiket nem föltétlenül kapnak meg az egyetemen a diákok, viszont mindenképp hasznos lehet nekik a jövőre nézve. És ezen kívül nyelvtanfolyamot indítottunk, angol, német, francia és román idegen nyelveken tanulhatnak az emberek, jelenleg 80 résztvevőnk van. Az álláshirdető honlapon jelenleg alkalmi, illetve teljes munkaidős ajánlatok vannak. Ezek egyelőre csak a magyar közösség számára elérhetőek, de terben van többek között a honlap romára való lefordítása, illetve az ötleteket és pályázati útmutatókat tartalmazó részek fejlesztése. Ellenőrzések húsvét előtt és új jövevények a marosvásárhelyi állatkertben. Nézzük a folytatást. Ellenőrzés. Fokozottabban vizsgálják a húsvéti élelmiszereket Kovászna megyében, főleg a bárányhúst ellenőrzik. Új lakók. Bővült a marosvásárhelyi állatkert, kenguruk, szarvasok, antilopok és kecskegidák is születtek. Európa Nostra díjat kapott Kallós Zoltán, erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő. Az Európai Unió Kulturális Öröksége díjat a kulturális örökség védelem téren végzett kutatásaik, figyelemfelkeltő és értékmentő munkájuk, tudatosító és oktatói tevékenységük elismeréseként ítéli oda egy független szakértőkből álló bíráló bizottság. A neves uniós elismerésre Európa szerte 39 országból, civil szervezetektől és egyéni jelölések alapján 202 jelölés érkezett. Kallós Zoltán, Sógó Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő jelölte a díjra. Ma elindult egy online szavazás is, a vote.europanostra.org honlapon, ahol a közönség támogathatja a nyertes projekteket és dönthet arról, hogy kikapja a közönség díjat. Az élelmiszermérgezések megelőzése érdekében fokozza az ellenőrzéseket a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság. Az adóhivatallal, a fogyasztóvédelemmel és a rendőrséggel karöltve elsősorban az állati eredetű élelmiszerek előállítására, tárolására és forgalmazására figyelnek az ellenőrök. Március közepén kezdték meg az ellenőrzéseket és egészen április 15-ig folytatják. A piacokat, állatvásárokat, ideiglenes vágópontokat, húsfeldolgozókat, raktárakat, kereskedelmi és közétkeztetési egységeket keresik fel az ellenőrök, és a húsvéti periódusban gyakrabban fogyasztott termékeket veszik górcső alá, például a bárányhús származását. Ami kereskedelembe kerül, akár piacokra, akár élelmiszer üzletekbe, csak engedélyezett vágóhidakon szabad ezeket levágni, és el kell látni ezeket a fél bárányokat, vagy egész bárányokat az állatorvosi pecséttel, ami a lapockáján, az oldalán és a combján kell legyen, pontosan azért, hogy a vásárló vagy az ellenőr tudja, hogy ez ellenőrzött helyről származik. Felső háromszéken egy engedélyezett vágóhíd van, viszont a települések polgármesterei kérhetik időszakos vágóhelyek engedélyezését, ahol betartják a higiéniai és állatjóléti, illetve a veszélyt jelentő anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat. A tojás, tejtermék, kalácsok vagy bármilyen más élelmiszer árusítása esetében is bizonyítani kell azoknak a származási helyét, és csak engedélyezett termékeket forgalmazhatnak.
fejlesztenék Szejkefürdőt, a Székelyudvarhely melletti valamikori üdülőtelep tele van kincsekkel. Ezek közé tartoznak a különböző gyógyhatással bíró források, valamint az altalajban lévő kénes illatú gázok. A városvezetés hosszú távú elképzelése szerint néhány éven belül ismét régi fényében pompázhat Orbán Balázs birtoka. Nemrég az ország egyetlen ilyen célra szakosodott laboratóriumában elemezték a Szejkén található egyik forrás, az Attila vizének trícium tartalmát. Az eredménye kedvező, nem találtak az atomtevékenységek során keletkező és levegőbe kerülő anyagból a forrás vizében. A víz tehát tiszta, így a továbbiakban akár egy gyógyvízként is használható. A mindössze 6 Celsius fokos forrás vizét már használták évtizedekkel ezelőtt, állófürdő medencében tapasztalhatták meg a gyógyhatását az odalátogatók. A forrás környékét hamarosan feljavítják, a medencében lévő iszapot eltávolították, ezzel segítve a forrás hozamának növelését. A városvezetés pályázati forrásokból adná vissza a Szejkefürdő régi fényét. Nem lesz elég a saját forrásunk, Székelyudvarhely forrása, ezért van letéve már pályázat a Bukarestbe, de ugyanúgy, hogyha ez el tud indulni, meg lesznek az elemzések, lesz vízünk, szennyvízünk, akkor azt gondolom, hogy európai forrásokkal következő években fel fogjuk fejleszteni. Szejkefürdőn már az 1800-as években voltak melegfürdők, szállodák, virágzott a turizmus. Azóta a nagyobb fejlesztés néhány éve történt, a Borvizek útja projekt részeként sétányokat alakítottak ki, valamint köztéri bútorokkal szépítették az egykori üdülőtelepet. Második alkalommal szerveztek szakmai napot az élménypedagógiát alkalmazó vagy alkalmazni vágyó pedagógusok számára Kézdivásárhelyen. Az egynapos képzés alkalmával különböző műhely foglalkozásokat tartottak. A résztvevők számára többfajta módszert is bemutattak a különböző területekről érkező meghívott előadók. Az élménypedagógia mellett így drámapedagógia, népi gyermekjátékok, kalandpedagógia és meseterápia is fókuszba került. 50 jelentkezőnk volt, Marosvásárhelytől egészen Csíkszeredáig, Szentgyörgytől Kézdig több résztvevőnk van, és műhelyenként betekintést kapnak arra, hogy az alapélménypedagógia haladók is vannak, tehát hogy hogyan használják a módszereket, és hogyan lehet tényleg hatékonyan használni. A képzésre olyanok is eljöttek, akik most ismerkednek a módszerrel, hiszen meggyőződésük, hogy napjainkban az újdonságok, az élmények iránt a legfogékonyabbak a gyerekek. Érzem, hogy olyan pozitív tapasztalatokat osztanak meg kollégáim, kolléganőim, amelyekből én is tültekezhetek, és amelyeket majd én is továbbadhatok, gyümölcsöztethetek erdővidéken, abba a körbe, amelyik körbe én tevékenykedem. Az élménypedagógia, mint nevelés filozófiai irányzat a pedagógusok szerint plusz erőfeszítéseket igényel, és nehezen összeegyeztethető a merev tantervvel. Ennek ellenére az azt alkalmazók száma növekedést mutat, hiszen segít abban, hogy a tudás hosszú távon megmaradjon, és a diákok meg is értsék a tanultakat. A tavaszi idő állandósulásával benépesülnek a természet és a szabadidőközpontok. A marosvásárhelyi állatkertben a legutóbbi hétvégén a tavalyi rekordot közelítette meg a látogatók száma, ők új lakókkal is találkozhatnak. Helyenként ébredező, máshol napfényben sziesztázó, vagy éppen jókedvel falatozó állatok. Ilyen hangulat fogadja a marosvásárhelyi állatkertbe látogatókat. Ők is örülnek a tavasznak, hiszen ismét testközelbe kerülhetnek a természettel. Az állatkert igazgatója, Horáciu Górjá azt mondja, odafigyelnek arra, hogy a népes és színes állatseregen túl más vizuális élmények is fogadják a látogatókat. A Marosvásárhelyi állatkertben minden nap történik valami új. Számos olyan elem van, ami közrejátszik abban, hogy a látogatókat ide vonzzuk. Gondolok itt a virágokra, melyek most tavasszal pompáznak a sétányok mentén, de a kifutókban is. Mindez szebbé, vonzóbbá teszi a környezetet az állatállománnyal karöltve. Az érdeklődés nagy, az elmúlt hétvégén több mint 10 000-en látogatták meg az állatkertet. A látogatók egy kis szerencsével az állatkert új lakóival is találkozhatnak.
az elefántok kifutójában tanyázó szarvasok, a zsiráfokéban élő kardszarvú antilópok, valamint a kenguruk is kicsinyekkel gazdagodtak. De ez még csak a kezdet, mondja Kopacz András, aligazgató. Tervezünk több állatcserét az idénre, tehát amint szoktam, nem mondok el semmit, mert mindig meglepetésnek szánom, de ugyanakkor mind a szokásos, tehát a majmoknál, szarvasoknál, a dámszarvasoknál, muflonoknál várunk kölyköket, ugyanakkor azért még más állatoknál is, főleg majmoknál megszokott esni, kölyköket ajándékoznak meg minket. A Marosvásárhelyi Állatkert Románia legnagyobb és legnépszerűbb állatkertje. Évente több mint 200 000 látogatót fogad. Sílövés, jégkorong és fitness sporthírekkel folytatjuk. Meggondolta magát Tófalvi Éva, folytatná a versenyzést a pjongcsangi olimpiáig. A Hargitafürdőn rendezett sílövő országos bajnokságon maga az érintett azt mondta, át kell még beszélni a dolgot a szövetség vezetőivel, azóta rábólintottak kéréseire. A sílövő idény Hargitafürdőn ért véget. Tófalvi Éva mintegy levezetésként a második lett, ami kisebb meglepetés, de nem csoda, hisz nagyon fárasztó idényt zárt, amelyet az ismert dopingbotrány miatt nem tudott rendesen előkészíteni. Utóbb tisztázták a vádak alól, de a kimaradt edzésmunkát nem tudta pótolni. Tófalvi, aki 5 olimpián vett részt, azon gondolkodik, hogy Pjongcsángban is elinduljon. Szükség is lenne rá, hisz Romániának nincs jelenleg más ilyen szintű versenyzője. Tófalvi azonban feltételekhez kötötte a részvételt. Ha jól átgondolom, egy 10 hónapot kibírok, arról van szó most, még egy 10 hónap kemény erőltetést kibírnék, viszont azokra a feltételekre, amit kérek, ami abszolút nem túlzás, arra szükségem van. Több edzőtábort kért, állandó edző és masszőr mellett, valamint csapatorvost, aminek a hiánya számos gond forrása volt korábban. Ezt a szövetség meg is ígérte. Márton Simon edző azt mondja, őt is meglepte, hogy Éva a visszavonulást fontolgatta, de bízik benne, hogy a 6. olimpiáját nem hagyja ki. De nem hiszem, hogy olimpiáját abbahagyja én ebben. De jól is teszi, hogyha teheti. Még azt kell mondani, hogy hiába most a bajnokságon kikapott, de Éva még egyelőre úgyis a legjobb. Hát, na. De persze nagyon látszik, hogy téli nyáron nem készült. A női biatlon csapat nem jutott ki Pjongcsángba, így a következő olimpiai ciklusban teljesen meg kell újítani a csapatot. Az ifi válogatottban van néhány ígéretes sílövő, aki Tófalvi nyomdokaiba léphet. Megszerezte második győzelmét is a román jégkorong válogatott a Divízió 2 A csoportos világbajnokságon. Kedden este a szerbeket győzték le az előzőnél szorosabb mérkőzésen. Ismét egy csíkszeredai származású játékos nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Finta Botont 2 gólt ütött, a végeredmény 4-1 lett. Második győzelmével Románia vezeti a ranglistát. A csapatok legközelebb csütörtökön lépnek pályára. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a versenyszerű testépítés Romániában. A Román Testépítő és Fitness Szövetség nagy energiát fordít a sportág népszerűsítésére. Legutóbb Marosvásárhelyen szerveztek országos bajnokságot, ősszel Besztercében szervezik a világbajnokságot. A Marosvásárhelyi Ifjúsági Ház előtti teret és az épület előcsarnokát a versenyre készülődők, utolsó tanácsokat megfogalmazó felkészítők, edzők lepték el. A nézőteret betöltötték az érdeklődők, a színpadon pedig folyamatosan versenyzők vonultak fel. Van, aki a legtöbbet hozta ki ebből a versenyből, és így a szintén hazainak mondható világbajnokságra készülhet. De a sikernek nagyon kemény felkészülés az ára. 2 hónapi kemény munka, azelőtt pedig ugyanúgy edzések, 2 hónapi kemény diéta, 2 hónapi kemény edzések, akár egy nap 2 edzés, 3 edzés, attól függ, hogy haladunk, mennyire gyorsak. A tapasztalt versenyzők mellett vannak olyanok is, akik először vettek részt ilyen versenyen. Ambrus Róbert azt mondja, a jobb közérzet, magabiztosság miatt kezdte el ezt a sportot 3 évvel ezelőtt, de annyira megszerette, hogy a versenyszerű testépítést is ki akarta próbálni. Én már nyertem, végigcsináltam a diétát, amit tudtam, megtettem, az én szememben nyertes vagyok, a színpad az másodlagos.
A fiatal marosvásárhelyi sportoló egyik felkészítője, Madaras Levente klasszikus testépítés kategóriában versenyez, a tavalyi Románia kupa győztese. Szerinte a testépítés fejlődőben van az országban. A marosvásárhelyi sportot ezt csak feldobja. Marosvásárhelyi testépítésben amúgy elég jelentősen javult, és elég jó helyen jár, és mindig is adott minőségi testépítőket, és úgy gondolom, hogy Marosvásárra és Erdély elég magas szinten áll Romániában a testépítés szempontjából. A testépítés és fitness világbajnokságnak ősszel Beszterce ad otthont. Ez volt a Híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!